Súlyos baleset történt a múlt hétvégén Belgrádnál. Egy 19 éves fiatalember ittas állapotban belehajtott a Dunába. Egy 18 éves fiú és egy 16 éves lány holtestét húzták ki az utastérből, egy 20 éves fiatalember holtestére pedig a csomagtartóban bukkantak rá. A tragédia hatására komoly szigorításokat terveznek a közlekedési törvényben. Tisza predlózió adnoszé in uh, száma vozila, odnosno na performance vozila, hogy mládi vozácsi voze, odnosno se i na vreme, odnosno noćno vreme koje smo stavili od 24 do 6 ujutro, kada oni to svakako ne mogu da rade, odnosi se naravno i na broj ljudi koji se nalazi u vozilu kada se voze. Dakle, nekoliko značajnih mera za koje smo potpuno sigurni, svi zajedno, da mogu da pomognu da, da jednostavno ne ginu mladi ljudi, A fiatalok biztonságával foglalkozó munkacsoport az oktatás fontosságát is hangsúlyozta. Véleményük szerint már a családban és az iskolában fel kellene készíteni a fiatalokat a közlekedésben való részvételre. Fehér László közlekedési mérnök a közügyek című műsorban nyilatkozott a témában. Aki, amint viselkedik privát életében, ugyanúgy fog viselkedni a közlekedésben. Aki agresszív, az agresszívan fog hajtani. Aki visszahúzódó, az visszahúzódottabban fog hajtani. Aki hősködik, azzal, hogy nem tudom, hogy verekszik, hogy duhajkodik, az a piroson is át fog hajtani. Tehát ez, hogy kinek milyen a temperamentuma, milyen viselkedési formát visz oda otthonról, hogy be kell -e tartani a szabályokat, vagy nem, azt átvisz a közlekedésbe is. A szakember szerint a szülők is sokat tehetnek azért, hogy gyermekeik betartsák a szabályokat, és tiszteljék a közlekedésben résztvevőket.